Mire kerülsz ennyire? Júj, te meg ugatsz! Azt a esküvőre jöttünk. A kutyáknak nagyon tetszik. Ha már nem lesz esküvő, akkor is elmegyünk buliba. Nem, Icsikém. Icsikém, neked is tetszik? Csak ne ugorjál rá. Meg rám, meg főleg nem. Na jó van. Nagyon fontos kellékek. Kérjük az állatokat, az ablaknál foglaljanak helyet. Nyugi! Nyugi van! Oda menjetek! Oda futás! Futás, 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 futás! Futás! Gyertek ki, menjetek! Oda futás! Nem tudom kiszedni belőle. De nem kell. Nagyon ügyes volt. Gyere, gyere, ügyes volt. Gyere, csike, gyere oda. Nem, 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 nem
Én vagyok az utolsó. Ja. Gratulálok. Persze, menjél el. Az esküvői vacsorára próbálnánk menni. De az ifjú pár már is kidőlt. Majd reggeli 4-kor a menyasszonytánc alatt tornacipőben az lesz az igazán kemény. Nektek mi a véleményetek, busman kutyák? Azok is kidőltek. Busman kutyák nem. Milyen volt az esküvő? Kérdezzük Richardot. Nem mondja meg. És rögtön egy foci meccse megy az ifjú pár, az első alkalom, hogy együtt mennek foci meccsre, vagy nem tudjuk, hogy mire megy, tekézni mennek. Hát hagyj álljon. Nem fogod tudni betenni. Be fogod tudni? Először beszállok én. Logisztikai műsorunkat látjátok, szombat délután 4-től 5-ig. Nagyon kemény szituáció, amikor a mennyasszonyok nem férnek el egymás mellett. Magyapázi Pisti, ez a konkurenciád, ez jobb csaj, mint te. Négyzetméterre esző mennyasszonyok száma 8. Sziasztok! Minden visszajövök. Csak üldözöm őket. Hogy hívnak? Azt már nem tudom. Valahogy sejtettem, hogy ide jönnek. Miért? Nem jó? De jó. Semmi prezentáció? Nem, most egyszer nem, elég szemben akkor. Várja, Polika vesz. Én szeretném megköszönni, hogy eljöttetek, és velem kérdít ütepeltek. És remélem, hogy jól fogjátok, érezni magatokat, és önokat fogtok enni. Semmi kötöttség nincsen, bárhova lehet mozogni, ülni, lehet ügyvözhetve. Hát ebben a mentérben még ott van egy cserélni, lehet egy kis helyet cserélni. Csak érezzetek magatokat. Köszönjük, 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 köszönjük
Üdvözlők a csapatban benneteket! Gratulálunk, legyetek sokáig boldogok! Zsuzsi, Laci! Na, Ági! Ne kelljen vágnom a filmet! Ez az első! Fölállsz? Mondd csak ki az összeset. Nem. Nevezek, amilyen szépen visszaraktam. Majd otthon megnézem, hogy meg van, jó? De ezek hogy kerültek hozzá? Úgyhogy az Ági eltette a rajzait. Amit rajzoltam a... Nekünk, meg a nagymamának. Nagymamának. És ez visszaadott? Hát most én mindjárt meghalok. Jaj, ne beszélj mamát. Szép, még egy kicsit több van. Ezeket el tudnád adni, akkor lenne jó temetős. Adja puszit? Adja! Jó, most átrendezzük az épületet. Köszönjük szépen! Neked is szépen! Én is a fiat vagy. Ki kér még puszit? Majd a megérzeletek. Ez az az album, amit születésem óta készített az Ági. Marci Junior. Igen. Hát körbeadjuk. Ezt te vagy? Igen. Nagymama meg ő. Ez meg apa meg én. Ő meg Iván meg én. Ő meg Marci, ez maga tesó. Na, most nézzük, most nézzük. Igen. Ez itt te vagy. Igen. Nekem nem volt mind mosolyognom. Nem is láttam ezeket a képeket. Nem, ezek képeket nem láttam. Ezek titkos képek voltak eddig. Erre az egy képre emlékszem. 1900... Igen, ez minden lakásban kín van a falon. Marcival azt nem mondják, hogy szóra kéne rakni. Itt a hossz dolog a bel, mindenhol. Smoky feje. Ez ott van a udvarban. Igen, igen. Más kéz. Valami szomszéd hibány. Marci. Ez autó. Meg a béna, a pillát. Ez nem is te vagy. Ez én vagyok. És a másik. Az nem tudom ki, ezt az Ági is mondja. Ez a gimnáziumban. És azért én ezzel nem voltam ott. Lehet. A vanagás a Kafkában volt. Nem is oda jár. Nem, itt volt, a körtéren volt már ott a József Attilával. Jaj, igen. Ez tánc volt akkor. Hol voltam? Igen, nekem ott a szabadoltan egy sódői ruhám. Igen. Kajnálunk van. Itt 30 kilóval kevesebb voltam. Ja, igen, és akkor kaptam a jogosítványt ajándékba. Igen. Na most már bevallhatod, hogy ajándékba kaptad a jogosítványt. Igen.
Nem is volt, hogy eddig miért nem vezettél, de hát most hagyjuk. A veráiknál van, igen. Mennyi kis kutya, igen. Úristen. Akkor, kutya dől. Igen. Jaj. De jó, hogy Nagyváros mennyi képen van. Jaj, erre emlékszem. De bejártatok az üzletbe minden második héten? Én nem tudom, nem is jöttem. Mert otthon nincs annyi kép. Ez milyen jó! Hasonlít. Tudod, még az emlékszerrel járjuk már. De csak a Beától látjuk az a kép. Mekkora jött volt igen, jó volt az Igen. Jézus, milyen haja van, azt nézzétek meg. Én már látom a következő oldalt. Az a be... Ez a barátok közből. Tényleg a fodrászves, utána mentem. Barátok közből. Ilyen beleszernücsedni, emlékszem? Na ez meg se ismerni. Teljesen más. Hát ez a arcod is. Igen. Hát annyit számít a sötét haj. Különben az erdőnek olyan sűrű. Egy olyan ikes képkeretet, amiben több képkeret van. Igen. És pont mondom neki, hogy hát most lesznek közös fotóink, mert nagyon nincsenek. Hát itt vannak. Vannak. De ezeket nem lehet kivenni az albumból, csak reprózni lehet. Sovány, igen. De jó lenne tudni, hogy ez mikor kész. 2006-ban. Ja, oda van írva? Persze, tárgyalatban. Akkor számoljuk ki, hány éves volt ez a gyerek, hogy ilyen jól nézett ki. 11 éve az előtt. Most már így romjai van tényleg. Igen. 27 éves voltál. Na, ugye. Hát az már... 11 év. 21. Úristen. Hány éve? Hány éve volt? 11. Akkor 23. Na tessék. De az anyagiakon kívül hosszú egészséges életet, el nem múló szeretetet, és egy több édes picivavákat. Egy vagy több édes kicsi. Na hát, tudom tokomatni. Éves. Kívánom sok-sok szeretettel. Keresztanyátok Ági. Jó utazást. Köszönjük szépen. Hát Kenesére. Kenesére busszal. Kenesére megyünk, és télen szeretnénk valami exotikusabb helyre elmenni. Tájföld, Siófok. India, ezeket. Szóval. Igen. Én szeretnék elefántolni. Az ott egyik sincs. Az állatkertben. Veszprémi állatkertre gondoltam én is, ez Kenesétől közel is van. Sőt, van dinoszaurusz kiállítás, azon is lehet lovagolni. Muszáj együtt várni. Kozmix a házban. De várjatok, ezt a tetejét kell elkezdeni, tehát az aljában. A teteje az panohami szivapálinkás paraszt torta. Jó, nincs jóval. Az alja meg az a kés csoki torta. Hát mindenképpen el kell valahogy kezdeni. Megöli! Vágod vagy én vágod? Nem, te nyomod az én kezem. Én csak hagyom volna. Elég? Jó. Kihúzzuk. Kik? Jó. A világra rávágunk. Jó, szerintem jó. A szerintem meg kell venni azt. Jó. Te egy szelet lesz? Igen. Érted? Megfogom, jó? Ez muszáj. Ügyes! Nem is biztos, hogy mindenki eszik, nem akkor jó. De akkor akarunk egy tányéra kettőt? Igen. Mindenki külön a tányéra? Nem, először a tetejéből mindenki. Ez a tetejéből. Mindenki megmostolja mind a kettőt? Szeretnénk, igen. Úgyhogy vékonyabbat vágjuk. Igen, ezt akartam. Csak vágjuk tovább. Nem zsír kell egyszerre, most már jó, vágom akkor én. Akkor vágottam. Jó. Kisebbeket vágok, és akkor a... Na viszont akkor te meg ezt a tányért vágod. Jó, én tartom. Egy éjjel-nappali esküvőn vagyunk.